Karcagi híreinket összefoglaló Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, nézzék meg műsorajánlónkat. Aktuális kérdések című műsorunk mai vendége Molnár Sándor úr, a Karcagi Zsidó Hitközség alelnöke. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, Aktuális kérdések című műsorunk mai vendége Molnár Sándor úr, a Karcagi Zsidó Hitközség alelnöke. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntöm Önt és a kedves nézőket. Az elmúlt hetekben itt Karcagon, aki figyelt, észrevehette, hogy a zsinagóga, a zsidó hitközség házatáján egy kis megmozdulás történt, hiszen az elmúlt időszakban emlékeztek a holokauszt magyarországi áldozataira. Milyen programok, események történtek itt Karcagon ezzel kapcsolatban? Hát a holokauszt emléknap az egy hétfői napon volt, amelyen a Saul fiát vetítettük le a karcagi nézőknek, közönségnek, kíváncsiaknak. Nagyon jó ötlet volt lehozni, mert két telházas ingyen programot tudtunk biztosítani a karcagi érdeklődőknek. Egyben miniszter úr, Fazekas miniszter úr és a mazsihisz elnöke is üdvözlő beszédet mondott, illetve megemlékezett a holokauszt áldozatairól. Úgy gondolom, hogy ennek folytatásaként egy ilyen filmet megnézni, amely számtalan díj között az Oscar-díjat is megkapta, nagy élmény lehetett. Így van, hiszen a tavalyi évben a Cannes Film Fesztiválon is díjat nyert, illetve az Oscar-díjat is elnyerte ez a Saul fia. Ezt megelőző napon, 17-én a zsinagógában egy könyvbemutatóra került sor. Mi volt ez a könyv, melyik ez a könyv és miről szól ez a könyv? Hát ez a könyv, ez régi ötletünk volt, ez már több mint 3 éves ötlet. Tulajdonképpen arról szólt, hogy akik a háború után megmaradtak, illetve születtek, hogyan emlékeznek a karcagi létükre, a karcagi zsinagógára, szüleire, és egyáltalán magára, Karcagra is. És mindenkit megkerestünk, akiről tudtunk, ismertük a világ bármely pontján, és ők írták le emlékeiket, élményeiket ebbe a könyve, amelyiket terveztünk körülbelül 200 oldalra, és aztán több mint 400 oldalas lett. Ez óriási gyűjtőmunka volt. Többen részt vettünk, de a vezéregyéniség ebben Elek Ágnes volt, aki tartotta a kapcsolatot az írókkal, kérdezgette őket, visszaküldte az anyagát, szerkesztette. Aztán a többiek is mind a maguk módján beszálltak ezekbe a szerkesztésekbe, és a végén kialakult ez a könyv, ami megjelent most 17-én. És erre a könyvbemutatóra esetleg azok, akik az emlékeiket ide hozhatták ebbe a könyvbe, esetleg azok közül jelente meg valaki? Hát nagyjából a háromnegyede itt volt. Sőt, külföldről, Izraelből is jöttek például többen. Tehát visszajöttek Karcagra. Ugye azt tudjuk, hogy a karcagi zsinagógai már 117 éves, tehát több mint 100 évvel ezelőtt is azért itt igen aktív zsidó hitközség működött.
ugye sor került jó néhány évvel ezelőtt a zsinagóga rekonstruálására, de ha jól hallottam, akkor nem sokára újra rekonstruálásra kerül sor. Igen, sajnos ezek a száz már több éves épületek, azok nem a mai technológiával épültek, és itt van hiba, ott van hiba. A tető most beázik, tehát egy teljes tető és homlokfal rekonstrukció, renoválás történik majd a közeljövőben. És hát reméljük, hogy még 117 évig állni fog, és 117 év múlva is egy ilyen könyvet fognak bemutatni, akik mi ránk fognak emlékezni, hogy mi történt ezelőtt. Ez a gyönyörű épület belseje adott otthont a, ugye a április 17-i rendezvénynek, a könyvbemutatónak, de ezt a rendezvényt színesítette a zene is. Itt volt a fesztivál zenekar. Kérem, meséljen erről egy pár szót. Hát, megmondom őszintén is, dicsekedés nélkül vagy dicsekedve, hogy ez alapvetően az én ötletem volt, és én úgy gondoltam, hogy egy csodaszép ünnepséget lehetne rendezni a zsinagógába, ha ez a fesztivál zenekar, hát nyilván tudtam, hogy az egész zenekar nem fél be, de egy kamara zenekara el tud jönni ide Karcagra. És felhívtam őket telefonon. Tehát ilyen egyszerűen történt. Igen, megkerestem, kinéztem a stábsorból azt, akire úgy gondoltam, hogy ez tartozik, és akkor irányítottak ide-oda. Végül is nagyon kedvesen és nagyon aranyosan összekötöttek a fesztivál zenekar harmadik emberével, aki az ügyvezető igazgató helyettese az Endrődi Orsolyával, és akkor elmondtam neki, hogy mit akarok, vagy mit szeretnék, és természetesen azt is elmondtam, hogy azt is szeretném, hogy a Fischer Iván lejönne. Hát egy pillanatig döbben csend volt, hogy én miket akarok itt Karcagról, így ismeretlenül, de végül is elmondta, hogy tényleg van ilyen zsinagóga koncertek programjuk, sok egyéb más mellett, és pont össze is akadtunk, mert áprilisban volt a zsinagóga koncertjük, sok helyen voltak, legutóbb például Egerben volt. De általában olyan helyekre mennek, ahol már nincs hitélet, és a zsinagóga maga nem zsinagógaként működik. Az utóbbi időben ez volt az első eset, hogy lejöttek Karcagra, ahol még élő, és nem államnak átadott működése van a zsinagógának, hanem a hitéletnek az egyik helye. Úgyhogy nagyon örültünk neki végül is, hát nyilván sok-sok telefonálás, szervezés, mindenféle dologgal együtt összejött ez a koncert, és természetesen lejött Fischer Iván is, amit sikerült összehozni. El kell mondanom, hogy Karcag teljes mellel támogatta. Tehát Fazekas miniszter úrtól lefelé, idézőjelben lefelé Dobos polgármester úron keresztül, a Dériné Művelődési Központ stábja, a Városgondnokság, az Essen, tehát mindenki nagy lelkesedéssel beszállt. Tényleg úgy ment az első kérésünkre mindenben, csak egy jellemző erre a dologra, hogy mennyire érdekelte Fischer Ivánt ez a környezet. Úgy mondtuk neki, hogy kevés ilyen rendbe tartott zsidó temető van, mint Karcagon a városban, ami természetesen köszönhető a Városgondnokság munkájának is. És képes volt rá, beült az autóba, és kiment megnézni a zsidó temetőt, hogy igazat mondunk-e, végigjárt az egészet, megnézte a rabik sírját, a több száz, hát nem több száz éves, de több mint száz éves sírköveket, és úgy jött vissza, nagyon elégedetten, és aztán elköltöttünk egy kellemes vacsorát. Tehát akkor Fischer Iván nem csak egy fantasztikus zenész, hanem egy kiváló ember is. Igen, tehát egy nagyon jó közönségnek egy örömkoncertet játszott ez a zenekar, amelyik ugye volt egy vonós négyes, egy fúvós négyes, és közben Fischer Iván interpretálta a dolgokat, mesélt ez erről arról. Hát gondolom benne leszek a tévébe javarészt, hogy mi történt ott. Egy fantasztikus ember. Nekem volt módom arra, hogy bemutathattam neki a zsinagógát, és ő célzottan rá is kérdezett, és azt vissza is adta részben, amiket mondott ott. De én úgy gondolom, egy remek ünnep volt, hiszen Csíkos Sándor művész úr, aki Karcag régi szülötte, és
nekünk régi támogatónk mondott ki verset, és még arra is sikerült rámondanom, rábeszélnem, hogy először a Karinti előszavát mondja el, mert ugye nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Ez akár a könyv mottója is lehet, mert mindenkiből kihozta azt, amit egyébként otthon nem beszél, de hogyha leírhatta, akkor elmondja. Tehát aztán remek műsor jött össze szerintem. Hát akkor ezen a délutánon az irodalom, a zene és a csodálatos környezet egy emlékezetes délután szerzett azoknak, igen, ez, akik ott voltak. Igen, én úgy gondolom, akiket megkérdezte, azok mind nagyon élvezték, és a zenészek is. Nekem volt módom együtt vacsorázni velük, és azt is el kell mondanom, hogy ez volt az első hely, ahol elfogadták a vacsorát, beültek közénk, és elájultak a birkapörköltől. Azt mondták, hogy két dologért jönnek vissza Karcagra, az egyik a közönség, a másik pedig a birkapörkölt, mert ez remek volt, ilyen finomat még nem ettek. Akkor a karcagiak elégedettek és büszkék lehetnek, azért is, hogy ilyen nagy hírű művész, illetve zenekar, kamarazenekar lehetett itt a városunkban, hiszen a fesztivál zenekarnak nem csak itt Magyarországon, hanem külföldön is számos hallgatója és ismerői és elismerői vannak, hiszen egy fantasztikus zenei élmény nyújtó. Tehát ez a projekt nem fejeződött le. Igen, ezt szerettem volna a következő kérdésemben kérdezni, hogy lesz-e folytatása ennek a kapcsolatnak a fesztivál zenekarral? Most éppen folyik egy folytatás. Ugyanis ettől az ügyvezető igazgató helyettesről, az Orsolyától megtudtam, hogy van olyan, hogy tértánc koncert, amit a fesztivál zenekar tart a Hősök terén, és arra gyerekek szoktak táncolni, mint egy 500 gyerekkel, ahol összehoznak roma és nem roma gyerekeket, és azok együtt egy közös programon vesznek részt, és most a Stravinsky kártyajáték című darabjára fognak táncolni a Hősök terén, és minden héten lejár Karcagra egy koreográfus, aki tanítja, természetesen persze az én fiam osztályát protezsáltam be, ez természetes, de el kell mondanom, hogy a Refinek a fenntartója, az igazgatónője, az osztályfőnökünk teljes mellett támogatja ezt a programot, mert hát végül is rájuk szakadt ez a dolog, én csak az ötletmester voltam ebben, vagy kihasználtam a lehetőséget. Most szerdán már Tégláson a regionális ösztáncon voltunk, ahol lent volt az a koreográfus, aki tervezte ezt a táncot erre a zenére, úgyhogy mi vagyunk a legkisebbek, mert egyébként olyan 10-12 évesek vannak, és mi meg 8-9 éves gyerekek vagyunk, de remekül csinálták, és nagyon élvezik a gyerekek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagy projekt lesz, és remélem, hogy lesz rá lehetőség, hogy a Karcag TV-be is bemutassák, hiszen nagypapa is van a Karcag TV-ből, aki kameraman lehet ezen a fesztiválon, egyenlőre úgy tűnik, hogy engedélyezik is neki részben, hogy leadja ezeket a dolgokat, de én úgy gondolom, ezzel sem fejeződik be, mert ahogy búcsúztunk egymástól a vacsora után, a vezetőség, mindenki itt volt, tehát itt volt Fischer Iván, az ügyvezető igazgató helyettes, és még egy komoly stáb is velük, hogy visszajönnek Karcagra, és valószínűleg folytatódnak a templomi koncertek, és terveznek azt, hogy az ifjúságnak is csinálnak ilyen bemutatókat, hogy a zenére neveljék őket. Kíváncsian várjuk ezeket a koncerteket. Én biztos vagyok benne, hogy ezek teltházas koncertek lesznek, hiszen a zenekar neve előre vetíti a nagyszerű muzsikát is, illetve annak az interpretálását. Visszatérve a táncra, én úgy gondolom, hogy ez a karcagi gyerekeknek egy nagyon nagy élmény lesz, és az ország több területéről válogatták össze a gyerekeket, vagy csak mindenhonnan? Tehát Téglástól kezdve a Dunántúlig mindenhonnan jönnek gyerekek, és pesti testvérosztályokat kérnek fel, hogy patronálják a mi gyerekeinket. Ez egy kétnapos utazás lesz, ami egyébként teljesen ingyen a fesztivál zenekar finanszíroz. Tehát a szállástól kezdve az étkezésig a gyerekeknek egy péntek szombaton fönn fogják tölteni, illetve hát nyilván a szülők is mennek, fönn fogjuk tölteni együtt, és ennek a csúcspontja lesz egy péntek esti
Hősök terei koncert, ami gondolom magában ott lenni egy fesztivál zenekarral, és annak a zenéjére táncolni örök emlék marad mind a gyerekeknek, mind a szüleiknek. Ez így van, és bízunk benne, hogy minél többen részt tudnak venni ezen a koncerten. És hát imádjuk a karcagiakat is, a nagymamákat, nagypapákat, ismerősöket, mindenkit. Igen, hogy ők is részesei legyenek ennek az élménynek. A karcagi zsidó hitközség élete ugye igen gazdag az utóbbi időben. Az elkövetkezendőkben vannak-e terveik? Milyen programokat szeretnének megvalósítani? Hát most azon beszélgettünk, hogy ha belefér a karcagi kulturális napokra, akkor egy klezmer koncertet szerveznénk. Van egy rendkívül jó fiatal zenekar, akit megismertem Pesten, és remekül játszanak, és nagyon lelkesek. És amennyiben beleférünk, mert erről még nem tárgyaltunk, ez is egy ilyen kóbor ötletem, hogy úgy mondjam, ha sikerül belevinnünk, vagy valamikor más alkalmakor, akkor szívesen szervezünk. Sajnos a zsinagóga építési terület lesz, tehát oda nem tudjuk bevinni a koncertet, de én szerintem a tükörterembe egy nagyon kellemes koncertet lehetne adni a Déri néven. Így van, akkor álmok, elképzelések vannak. Én bízom benne, hogy ezt kreatívan meg is tudják majd valósítani. Hiszen a klezmer zene úgy gondolom, hogy mindenki számára befogadható és szép zene. Igen, én is úgy gondolom. Nekünk egy tradicionális zene, tehát olyan, mintha a magyar népzene hangzana el a magyaroknak. Így van. Hát bízunk benne, hogy ez a nagykunsági kulturális napokra megszervezésre kerül, és részesei lehetünk egy ilyen klezmer koncertnek. Mi is nagyon szeretnénk. És van-e még esetleg valamilyen elképzelés az elkövetkezendő időszakra? Az az elképzelésünk a továbbiakban, hogy részt vennénk nem csak a város, hanem a megye kulturális életében. Ezért Kovács Sándor elnök úrral tárgyalunk arról, hogy a turisztikai látványosságok közé, ha ugye renoválásra kerül a zsinagóga, utána látogatható is legyen, hiszen volt olyan, hogy valamiért be kellett mennünk a zsinagógába intézni valamit, és rögtön 20-30 ember bejött körbejárni, külföldiek is. Nem győztünk nekik fordítani, angolul elmondani, hogy mi a zsinagógánk. Úgy gondolom lenne rá érdeklődés, hogy megnézzük, hiszen nagyon szépen rendbe lett hozva a 100 éves évfordulóra, nagyon szép ablakokkal. És azért látszik az eredeti, mert az eredeti padok vannak még benne, az eredeti tóra szekrény, minden. Tehát azért valamit nézni. Úgy gondolom, hogy a karcagi kulturális értékeknek a sorában a zsinagóga is egy nagyon szép előkelő helyet foglal el, és jó lenne, hogyha látogatható lenne, és minél több ember meg tudná nézni, és meg tudna vele ismerkedni. Igen, készülünk. Kiadványunk is van, most már talán angolul is lesz kiadványunk. Tehát akik bejönnek külföldiek, azok nem csak némán kell, hogy végignézzék, hanem próbáljuk vezetni is őket. Kinek mikor van ideje, akkor bemegy velük, és elmondja, hogy mi volt. Doktor úr, én a sok-sok elképzeléshez, ötlethez kívánok kreativitást és erőt, segítőket, hogy ezeket valóra tudják váltani, és színesítsék ezzel itt a karcagiak a térségnek a kulturális programjait és kulturális sokszínűségét. Az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, polgármesteri hírpercek néven új rovatot indítunk. Dobos László polgármester úrral fogunk alkalmanként beszélgetni az elmúlt hetek történése és az előttünk lévő rendezvényekről, eseményekről. Köszöntöm a kedves televízió nézőket és önöket is természetesen. Hogy köszöntsek mindenkit az új műsorszám alkalmából. Körülbelül alkalmanként havonta egy-két lehetőséget mindenképpen szeretnék biztosítani arra a
nézők számára, hogy tájékozódjanak a város eseményeiről. Ez egy ilyen rövid, csevegős formában történik meg, természetesen nem elhagyva a komolyabb stúdióbeszélgetéseket is. Ez se komolytalan ez a beszélgetés, de egy hírforrási lehetőség mindenki számára. Nagyon sokadik alkalommal került megrendezésre az idei szépségverseny, és hát, nagy figyelemmel kísértük természetesen nézőként is, hogy hogyan alakul, mint alakul, a szervezésből is kivettük a részünket, de rajtunk kívül még nagyon sokan mások is, hiszen azért a főszervezők nem mi voltunk, hanem azok a szakemberek, akik már évek óta csinálják ezt a rendezvényt. Én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb sikere volt, mint a tavalyi évnek, hiszen a nézők számában lehet erre mindig következtetni. Majdnem, hogy teltházas volt, vagy mondhatom, hogy teltházas volt az idei szépségverseny rendezvénye. Még egyszer mondom, egy bájos eseménye a városnak. Őszintén irigylem a bátorságukat a hölgyeknek, hiszen nem könnyű megmérettetni egy-egy ilyen versenyen, és hát azért a jelenkezőknek a javarésze amatőr, és így még nehezebb kiállni a pódiumra. Köszönöm a vállalkozó kedvüket a rendezők nevében is. Ez mindig egy élmény, egy kikapcsolódási lehetőség, és a kísérő programok azok pedig minden évben kiválóak. Azt gondolom, hogy akik ott voltak, vagy a televízióban látták az eseményt, azok is látták, a bűvészt, aki azért varázsolt is, és egy interaktív módon, tehát egy-két trükköt, aki úgy figyelt, esetleg el is tudott lesni. Ez egy ilyen kikapcsolódás része volt annak a komoly versenynek, hiszen azért a zsűri mindig nehéz helyzetben van ilyen alkalmakkor. Hát ez közhelyre valóban így van, a zsűri mindig nehéz helyzetben van. A programok feloldották azért ezt a feszült helyzetet, mert még egyszer mondom, azért látszódik az a lányokról, a fellépőkről, hiszen mégiscsak egy versenyről van szó, egy komoly megmérettetésről, hogy van egy feszültség bennük is, természetesen a nézőkben is, de ezek a kísérő programok remekül oldják ezeket a pillanatokat. És mint minden évben, ebben az évben is tanultunk és tanultak a szervezők is, tehát apróbb kis hiányosságokat minden évben észre lehet venni, tapasztalni lehet, és hogyha ezeket tovább csiszolják a rendezők, akkor valóban egy pompás program lesz mindenki számára. Azt gondolom, hogy ez jövőre fog kiderülni a következő nagykonság szépén, addig azért még sok-sok idő van hátra. A közelmúltban az óvodásoknak is volt egy nagyon szép szakmai napja, a Madarász Imre Egyesített Óvoda a Kulturális Központban tartott egy szakmai napot, ahol bemutatkozhattak azok a tehetségműhelyek is, amelyek az óvodásokat felkészítik. Én azt gondolom, hogy elismeréssel szólhatunk a óvodapedagógusok munkájáról is, hiszen nagyon sok tehetséges gyerkőcöt adnak át az iskolába. Létrejött egy olyan tanács is, amely segíti, tehát a óvodát támogató tanács, amely a Karcegés térségén segít. Ennek az elnöke hogyan látja, hogyan tudnak segíteni azok a szakemberek, hiszen itt azért népművésztől kezdve óvodapedagóguson, általános iskolás pedagóguson kívül nagyon sok szakember van benne, hogyan tudnak segíteni a még hatékonyabb óvodai munkában? Olyan hosszú volt a kérdés, hogy már a válaszok is megfogalmazódtak a kérdésben. Nagy odafigyeléssel tekintünk az óvodai nevelésre és az óvodapedagógusok munkájára, hiszen döntőnek találjuk azt egy ember palánta életének az elindításában, hogy milyen módon foglalkoznak velük, milyen indítatást kapnak valóban egy még komolyabb kihívás előtt, az iskolába indulás előtt. Nem mindegy, hogy milyen felkészültséggel, milyen képességekkel, készségekkel vannak felvértezve a tanulmányok megkezdése előtt. Nos, azt tapasztaljuk, és tapasztaltuk már évek óta, hogy az óvodai munkavárosunkban kiválóan működik, és olyan kiemelkedő szakemberek vezetik és dolgoznak az intézményrendszerben, ami példaértékű. Ezt jó tudni, jó látni, hiszen közös érdek az, hogy a gyermekek megfelelő felkészültséggel bírjanak. Ez jó a városvezetés számára, természetesen a legjobb a szülők számára, és a legeslegjobb pedig a gyermekek számára. Ennek megfelelően a figyelmünk oda koncentrálódik az óvodai nevelésre, és mindenféle formátumban próbáljuk segíteni a munkájukat.
legyen ez szakmai, anyagi segítség, és hát a tehetségsegítő pont is ezt a célt szolgálja. Különböző rendezvényekkel, konferenciákkal lehet még tovább fejleszteni a szakembereknek a tudását, és erre nagyon-nagyon nyitottak is, és szeretnek ezen részt venni, el is várják ezt, tehát saját maguk elé is egy magas lécet tettek, nagyon helyesen, és a munkájukat, a szakmai munkájukat ilyen formában is próbáljuk támogatni és segíteni. Nagyon sok rendezvényen lehet az óvodapedagógusokkal, az óvodáskorú gyermekekkel találkozni. Gyakorlatilag év elejétől az év végéig alig-alig van olyan rendezvény a városnak, ahol ne lépnének föl, ne mutatnák meg a tudásukat, legyen az a Magyar Kultúra Napja, vagy egy nagykunsági kulturális napok, és lehetne sorolni a végtelenségig. Hálás köszönet azért az áldozatos és nagyon magas szintű munkáért, amit az óvodáinkban végeznek az óvodapedagógusok. Azt gondolom, hogy ezt tényleg mindenki láthatja, hiszen előttünk zajlanak ezek a dolgok, amelyikről is beszélt. Lassan véget ér a báli szezon is, elég sok bál volt, jótékonysági est volt a különböző alapítványok részéről, ahol nemes célokra gyűjtöttek, önkormányzati elképzelést is támogattak bállal. Hát ez is hagyományvárosunkban, valahogy egy kicsikét a farsangi szezonból kinyúlik a karcagi báli szezon, de ennek semmi baja és semmi gondja nincsen, tehát ezzel nem kell foglalkozni. Nyilvánvalóan az alapítványok már maguk is a legkülönbözőbb tevékenységükkel segíteni próbálnak egy bizonyos területen. Általában ezek az alapítványok intézményekhez tartoznak, vagy valamilyen szervezetekhez, és hát a bálok szervezésével további bevételre próbálnak szert tenni, hogy aztán azt a bevételt, azt a pénzforrást valamilyen nemes célra használják föl. Ez az intézmények esetében általában valamilyen eszközfejlesztésre, épületfejlesztésre szokták fordítani, tehát olyan dolgokra, amire máshonnan nem biztos, hogy jut pénz. Én azért becsülöm nagyra az egyesületek, alapítványok, civil szervezetek munkáját többek között, mert olyan területeket fednek le, ami a város számára nélkülözhetetlen. Nagyon széles a spektrum, nagyon széles a paletta, az egyesületek, alapítványok, civil szervezetek olyan részterületeknek a mozgatói, amire egyébként nem biztos, hogy lenne lehetőség, akár anyagi, akár erőbeli vagy időbeli lehetőség. Tehát fontos a munkájuk, és hát ezekkel az alapítványi bálokkal még jobban fel tudják magukra hívni a figyelmet. Egy találkozási pont is egy-egy ilyen bál, és hát a résztvevők azok általában nagyon jókedvűen, hajnalig tartó tánccal, vigassággal szokták ezt megköszönni a szervezőknek. Azt gondolom, hogy ez csak Karcagra jellemző, ahogy nézem a környező településeket, hogy saját műsorral, de ugyanolyan színvonalas műsorral lépnek föl ezeken a bálokon a helyi együttesek, alkalmi társulatok, mint hogyha fővárosból érkező művészek jönnének sok pénzért. Hát ez így van, ez szinte természetes is, hiszen még jobban ki szeretnének tenni magukért, mint hogyha egy közepes tehetségű művésznek mondott ember hakniznak például egy-egy ilyen fellépésen. Természetesen vannak olyan fellépők is, akik kiváló produkciót nyújtanak, de azok, akik a hazai pályán mozognak, azok mindig jobban oda teszik magukat, és hát ez egy kellemesebb látvány is, hogyha olyan emberek, akik egyébként az élet más területén állják meg a helyüket, mutatkoznak be valamilyen egyéb más formában, legyen a szavalat, valamilyen színdarab, ének vagy bármilyen műsorszámmal, és ezt mindenki jó néven veszi, és hogyha valami bakicsúszik közben, akkor sem dől össze a világ természetesen. Ilyen bakik azért idén nem voltak, és reméljük nem is lesznek. Idén volt először, hogy a tavaszi szünetben a gyermekétkeztetőknek biztosítani kellett a meleg élelmet azoknak az iskolás és óvodás gyermekeknek, akik otthon voltak. Milyen tapasztalatok vannak, milyen visszajelzéseket kapott polgármester úr? Igen, az idei évtől kezdődően
hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes szünidei étkezésben részesülnek, ezt törvény írja elő. Az első próba az a rövidre sikerült tavaszi szünet volt. Akkor tudtuk kipróbálni, hogy na, hogy is fog ez működni majd a nyári szünetben is, mert a nyári szünetben is folytatódik természetesen ez a szolgáltatás. Nagyon sokan vették igénybe, közel 700 gyermek kapott meleg ételt a tavaszi szünet minden napján. Ez azt jelenti, hogy három helyszínen két szolgáltató segítségével bonyolítjuk az étkeztetést. A három helyszín a Szent Pál Marista Általános Iskola, az Euró étkezdéje és az Etsen étkezdéje. Olyan formában, hogy mindenki, aki részes ennek a programnak, ételhordóval megjelenik a három helyszínen, helyszínek egyikén természetesen, és akkor megkapja a meleg ételt. Eddig úgy tűnik, hogy nagy az érdeklődés, és különböző kezdeti nehézségek ellenére nyilvánvalóan van az ebédkiosztásnak egy kezdete, egy vége. Hát az első tumultosabb jelenetek után azért szépen bált, mindenki megtapasztalta, hogy mikor érdemes menni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag törés nélkül ment ez a új kezdeményezés végbe, és hihetetlenül sokan dolgoztak ezért is, hogy ez ilyen szépen megtörténjen. Mindenki megelégedésére, hát a szervezők, a Városháza részéről, a Városgondnokság részéről, akik szintén nagyon keményen bekapcsolódtak ebbe a munkába, és természetesen az a két szolgáltató is, akik a meleg ételt a rendelkezésükre bocsátják a halmozottan hátrányos, illetve a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Akkor ez majd a nyári szünetben folytatódni fog, hiszen elmondta az előbb, hogy minden szünetben ez így fog történni. Gondolom, hogy sokan dolgoznak azon a városházán is, hogy pályázatokat írjanak. Nyújtja most be az önkormányzat pályázatot a területi és településfejlesztési operatív programhoz. Hát egy nagy lehetőség előtt vagyunk, hiszen valóban a 2016-os, illetve a 2020-as uniós gazdasági időszaknak a kezdetén a kormány is meghirdette, hogy minél gyorsabban lehívásra kerüljenek ezek az Európai Uniós pénzügyi támogatások, és így elindult egy folyamat, ami kiterjedt elsőként a megyékre, akik nyilvánvalóan megkapták azt a keretösszeget, amit tovább lehet osztani, és utána hosszú-hosszú egyeztetések után járási szinten, majd települési szinten is elosztásra kerültek azok az összegek, amit föl lehet használni pályáztatásra. Városunk is természetesen bekapcsolódik ebbe, hiszen itt van egy nagy-nagy lehetőség arra, hogy további fejlesztések történjenek meg a városban, és hát olyan 13-14 pályázaton belül szeretnénk ezt a lehetőséget kiaknázni és megragadni. Most azt tudni kell, hogy egy-egy pályázat is rendkívül összetett és sok mindenre kiterjed, hiszen ha csak a kerékpárút hálózatot mondom, az egyik pályázati lehetőségünket, hát a belvárosnak a jó részét át fogja szőni ez a kerékpárút hálózat, összekapcsolva a már meglévő Madarasi úti kerékpárutat egészen a Kisújszállási úti kerékpárúttal, de természetesen új területek, új szakaszok is kijelölésre kerülnek, így például a Táncsics körút, Dózsa-György út, Kacsó út, a Szent István sugár út, Széchenyi sugár út, reményeink szerint elhaladhatunk egészen a Vasút utcáig, de közben még átkötésre kerül a Széchenyi sugár út, a Madarász Imre úton keresztül a Kisújszállási kerékpárúttal is. És ezen belül még szeretnénk a már meglévő kerékpárutaknak a felújítását is, vagy részbeni felújítását is megvalósítani. Akkor reméljük eredményes lesz ez a pályázat, és vissza fogunk térni rá. Igen, de hát ezen kívül még rendkívül sok pályázatunk lesz, amin szeretnénk elindulni, és szeretnénk például a teljesség igénye nélkül mondom most, mert az időkeret sem biztosít arra a lehetőséget, hogy mindenről részletesen beszámoljak, de egy termelői piac kialakításán fáradozunk, tehát a meglévő piaccsarnoknak a mögötti területen, ahol eddig mindenféle lefedés nélkül
lehetett kereskedni, illetve vásárolni. Most ott egy tetőrendszer kerül kialakításra, hogy azért a napfénytől, a széltől, esőtől nagyobb mértékben legyenek megóva az oda ellátogatók, de szeretnénk fejleszteni különböző intézményeinket az idősek otthonától kezdődően, akár KFT-ig is, mert hogy ilyen is van a városban, saját fenntartásunkban. Tehát nagyon sokrétű ez a munka, vagy éppenséggel egy turisztikai útvonalnak a kialakítása is a terveink között szerepel. Tehát sokrétű ez a feladat, nagyon sok munkát adva a munkatársaknak, nagy-nagy odafigyelést igényel, és természetesen olyan szakembereket, akik megfelelő munkával meg tudják azt oldani, hogy a pályázatok nyerjenek is, és akkor, ha ez megtörténik, akkor kezdődik a következő feladat, maga a kivitelezés, illetve azt megelőzően természetesen a közbeszerzés, stb. Stb. Tehát ez egy hosszú folyamat, de mindenképpen a város fejlődését fogja szolgálni, és ezt remélem, hogy majd a lakosok is saját maguk is megtapasztalhatják. Reméljük, hogy hamarosan beszámolhatunk akkor az eredményekről is. A végén egy picit zárjuk a hétvégével, hiszen május 1-je következik. Idén máshogy lesz a rendezvény, hiszen behozzák ide a városközpontba a főrendezvényt, az IASZ verseny ugyanúgy kint marad. Viszont újdonság, hogy május éjszakájához kötődnek a május állítások is, és idén lehetőség lesz arra is, hogy ingyen május fát kérjenek azok, akik kedvesüknek szeretnének május fát állítani. Mi mindenről tudunk még szólni ezen a napról? Hát a május elsője, a majális hangulat, a május éjszakája az szerintem sok mindenkinek megdobogtatja a szívét, aki a régmúltban is foglalkozott ezekkel a jeles pillanatokkal. A lényeg az, hogy mindig szeretünk egy kicsit változtatni a rendezvényeinken is, így nem baj az szerintem, hogyha a helyszínek is változnak, és most kivételesen nem a Lógerban lesz a rendezvény központja, hanem a város belterületén. És hát ehhez kapcsolódik valóban ez az ötlet, hogy legyen egy ilyen májusfa kiosztás, mert azért itt még lehet tapasztalni azt, a május éjszakája múltával, hogy nagyon sok lányos háznál meg lehet találni ezeket a szépen kidíszített májusfákat. Tehát ez egy régi, szép népi hagyomány, és pontosan egy kicsikét segítve a helyi legényeket, itt lehet igényelni akár erre alkalmas fákat. Meg is lett ez hirdetve, tehát több helyszínen lehet majd ezeket átvenni. Így talán azért azt elkerülhetjük, hogy illegálisan is rossz helyekről is szerezzenek be májusfákat. Meg hát ez egy színfoltja lehet ismételten ennek a rendezvénynek. Hát most már csak azért kell izgulni, hogy jó idő legyen, hogy az időjárás kedvezzen ennek az eseménynek, mert én úgy gondolom, hogy kellemes kikapcsolódást fog találni mindenki május 1-én a majálási hangulatban, hogyha a Kossuth térre ellátogat, és természetesen mindenkit invitálok valóban az IASZ versenyre is, amit azért ide a város központjában nem lehetett hozni, nem is lett volna célszerű, az ugyanazon a helyszínen, a erdélyi futópályán lesz megrendezve, mint az elmúlt évben. Remélem jó idő lesz, és jó kedvűen tölti mindenki ezt a napot. Reméljük, hogy így lesz. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és hamarosan jövünk az újabb kérdéseinkkel és az újabb történésekről tájékoztatjuk nézőinket. Köszönöm a megkeresést, köszönöm a lehetőséget. Köszöntöm Önöket, itt vagyunk kint az Akácsziget gyógy sandfürdőben. András István ügyvezetővel beszélgettünk arról, hogy hogyan is készültek a szezonra. Hiszen most egy picit bejöttünk, mert eléggé hűvös van odakint, meg föltámadt a szél is, de gondolom, hogy ez azért a fürdőzőket nem akadályozza, hiszen most is vannak, akik kint fürödnek. Igen, tisztelettel üdvözlöm én is a kedves nézőket. Hát, mint ismertes, az Akácsziget fürdőben is a nyári szezon május 1-től szeptember 30-ig tart. Jelenleg a március-április hónapban a szezonra való felkészülést végezzük.
amelybe beletartozik azoknak a medencéknek a felújítása, a külső burkolatának javítása, a technikai hátterének a biztosítása, vízmintavételezések, amely a közegészségügyi szempontból való megfelelést kell, hogy biztosítják, tehát ezek a munkálatok folynak most jelenleg. A tereprendezés tovább folytatódik például az uszodatér mögött, ettől függetlenül a többi zöld területen mennek a fa metszések, illetve a zöld területnek a fűvágása. Továbbá itt a fürdőn kívül még mondom azt, hogy mellettünk lévő szálláshelynek a felkészítése is most jelen pillanatban történik. Itt is festés, mázolás, meg egyéb javítások történnek. Beszéltünk korábban arról, hogy itt a majd különböző pályákat is lehet építeni, ehhez már el is kezdték a munkálatokat. Most hol tart ez, milyen sportolási lehetőség van a strandon? Jelenleg a főépület mellett van biztosítva egy focipálya, egy röplabdapálya, illetve a lábteniszpálya. Ez már tulajdonképpen üzemben van, hisz most hétvégén is volt egy rendezvény, Sportolj velünk, egy családi délután, amelynek mi adtunk helyet, a szervezés az más rendezésében került sor, tehát már tulajdonképpen ez fel lett avatva, jelenleg most is lehet látni, hogy fociznak rajta éppen a pályán. Tudunk-e arról beszámolni, hogy volt-e áremelés? Tehát mondjuk a jegyárak tekintetében maradtak a tavalyi árak, vagy volt-e valami némi emelkedés? 80-valahány százalékában megtartottuk a tavalyi árakat, egy-két jegyárnál módosítottunk csak, de ez is kismértékű áremelést okozott. Tavaly beszéltünk arról, hogy a fürdőzők igényeihez igazítottak különböző csomagokat, különböző akciókat, különböző bérlet variációkat. Gondolom, hogy ez ugyanígy van most is. Így van, tehát továbbra is megvannak a 10-30 alkalmas bérleteink, illetve a utó-elő főszezoni bérleteink, amellyel kedvezményesebben tudnak bejönni a vendégek. Itt az előbb már említett egy rendezvényt, ami nem az önöké volt, de helyt adtak. Mi lesz a idézőjelbetéve jelképesen, hiszen május 1-én azért már nem szoktuk megnyitni a kapukat, hiszen egész évben lehet jönni a strandra, de mi az első, a nagyobb rendezvény a fürdő területén? Igen, a rendezvényeinkről annyit szeretnénk elmondani, hogy tehát van a saját rendezésünkben lévő rendezvények, illetve van amely rendezvénynek helyet adunk. A saját rendezvényeink, amely szezonnyitó rendezvénynek is lehet most mondani, és illetve javítok, mondhatom azt, hogy most már minden évben úgy fogjuk kezdeni, hogy a nyugdíjas művészeti találkozóval, amely harmadik alkalommal kerül megrendezésre, tulajdonképpen ez indítja be nálunk a nyári szezont, ez május 7-én, 8-án lesz. További rendezvényeink, ami főbb rendezvényeket úgy kiemelnénk, például nyár közepén egy Akácsliget nap, ez második alkalommal kerül megrendezésre, tavaly elég nagy sikere volt, illetve ősszel, ami a nyári szezon zárásához köthető, a motoros találkozó, amely a 15. motoros találkozó lesz most. Menet közben lesz több rendezvényünk, de ezekről majd inkább az online és egyéb hirdetési formákban majd tájékoztatjuk a kedves vendégeinket. Gondolom, hogy egyre népszerűbbek az éjszakai fürdőzések is, hiszen már minden héten van ilyen, nyáron meg biztos, hogy még többen lesznek. Nyáron éjszakai fürdőzéseket külön nem rendezünk, ez csak a téli hónapokra vonatkozik, április 30-ig. Így szoktuk csinálni, hogy minden pénteken, amikor éjfélig tartózkodhatnak itt a vendégek, ami újdonság van benne az, hogy most már nem csak a kültéri gyógy 1-2 merencét lehet igénybe venni, hanem a fedett merencéket is, tehát a termál, uszoda és tanuszoda merencéit is. Április 30-a után már éjszakai fürdőzés, csak filmvetítéssel egybekötött éjszakai fürdőzést fogunk, de ez majd mindig az időjárástól függően lesz megoldva. Hogyan készültek a vendéglátósok? Tehát láttuk, hogy azért csinosítgatja mindenki a kis saját részét, de megoldotta mindegyik büfé, mondjuk üzemelni fog-e, milyen kínálattal várják a vendégeket? Igen, megoldott, a rendelkezésre álló helyiségeink ki vannak adva, május 1-től ők is teljes üzemben fognak működni. És beszéljünk egy picit a szálláshelyekről, hiszen itt említett, hogy ott is megtörténnek a legfontosabb felújítások. Szálláshelyeket hogyan lehet igénybe venni? A szálláshelyeket tulajdonképpen egész évben folyamatos, hát a nyári üzemnél van az, hogy csak a faházak, mert azok nincsenek téliesítve. Ez a 10 darab faházat jelenti, illetve mellette van a 2 apartmanunk meg a 4 szobánk. Ezen kívül vannak a természetesen a kemping területén
rozási lehetőség, illetve lakókocsi leállások, amely már a lakókocsikat, el tudom most mondani, hogy már az idén a tavalyi évhez viszonyítva már több lakókocsisunk is megjelent, és most jelenleg is tartózkodnak a fürdőben. Még szóljunk egy kicsit a gyógyász részlegről is, hiszen ott is egyre több szolgáltatással várják a vendégeket. Igen, a gyógyászatunk az is egy folyamatos üzemű, ott is történtek felújítások, kisebb belső javítások, majd most még a külső falazat javítása történik, meg ez külsőben annyit jelent, hogy festésmázolás. A szolgáltatásaink terén még, amit legutóbbi riportomban is elmondtam, még jelenleg folyamatban van a bővítése, tehát erről még most majd, erről majd később tudok még majd nyilatkozni. Akkor reméljük, hogy hamarosan ezért is visszatérhetünk, és hát azt kívánjuk akkor, hogy legyen sikeres az idei szezon, és sok vendéget kívánunk Önöknek. Jó, köszönjük szépen, és várjuk a kedves vendégeket. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Saulfia filmvetítése előtt néhány perccel, és beszélgető társammal arról fogunk beszélni, hogy mire készülnek, milyen közelmúltban nagy eseményeik voltak. Aki követte interneten a fotókat, láthatta, hogy hétvégén is több rendezvényt tartottak. Először erről beszéljünk. Valóban nagyon izgalmas hetet zártunk, nagyon sűrű programunk volt. Kezdődött azzal a hét, hogy meghívtuk, a Mazsisz meghívta a V4-es visegrádi országoknak a zsíróvezetőit, mert úgy gondoltuk, hogy ezeknek az országoknak olyan hasonló történelmük van, ami arra predesztinál bennünket, hogy működjünk együtt, hiszen a közös történelmi múlt talán közös problémákat is jelent, és talán közös jövőt is jelent. Ugye a visegrádi országok egy részével együtt voltunk a monarchiába, másik részével Lengyelországgal közös királyunk volt, aztán együtt voltunk a Varsói Szerződésbe, a KGST-be, és mindegyik országban szinte egyszerre volt a rendszerváltás. Valóban nagyon érdekes tanácskozáson vettünk részt, ahol alapvetően kulturális együttműködésről beszélgettünk, illetve a zsidó intézményeket érintő biztonsági kérdések vonatkozásában egy együttműködési megállapodást alá is írtunk, úgyhogy nagyon sikeres volt ez a találkozónk. Közvetlen ezt követően pénteken volt múlt héten a holokauszt emléknap keretében, de azelőtt egy nappal, ugye szombaton mi nem dolgozunk, Sábeszkor, egy nagyon komoly közéleti megmozdulás, ez a Margit hídnál talált csontoknak a temetése. Ez egy nagyon izgalmas kérdés volt, vallásilag is, közéletileg is, hogy mi hogyan történjen. 2011-ben találták meg ezeket a csontokat, méghozzá a Margit híd felújítása kapcsán a Duna medrébe. Külön hagy mondjak köszönetet azoknak a magyar munkás embereknek, akik megállították a munkagépeket, és azt mondták, hogy itt valami fontos dolog van, és ezeket a csontokat aztán búvárokkal kivették, és elvitték egy olyan orvostechnikai intézetbe, ahol a csontok bevizsgálását el lehet végezni. Ott külön köszönet illeti azoknak az orvosoknak a munkáját, akik évekig megőrizték ezeket a csontokat, és annak ellenére sem darálták le, hogy az ő szabályzatuk szerint egy idő után le kell darálni őket, mert pontosan tudták, hogy ezek a csontok, ezek többet jelentenek. 2011-ben volt egy bevizsgálása ezeknek a csontoknak, ahol DNS vizsgálatot hajtottak végre, és ebből megállapították, hogy a csontok egy nagy részében egy olyan markert találtak DNS-en belül, amelyik az askenázi zsidó populációra jellemző. Ebből mindenki szakmailag arra következtethető, hogy ezek a csontok nagy része zsidóknak a csontjai, és vélhetően azon zsidóknak a csontjai, akiket belelőttek a Dunába 1944-45-ben a nyilasok. A temetés vallásilag is érdekes volt, hiszen minden csontról nem lehetett megállapítani, hogy egykor zsidó áldozatokké volt-e, tehát feltételezhettük, hogy keresztény áldozatok csontja is ott vannak, és nekünk van egy nagyon szigorú vallási törvényünk, ami szerint a zsidó csontokat csak zsidó temetőbe lehet, nem zsidó csontokat, ez nem lehet zsidó temetőbe. És ezt az ellentmondást fel kellett oldani. A Mazsisznek a neológ rabinikusi bírósága hozott egy döntvényt, hosszas kutatás
után, több száz évvel ezelőtti dokumentumokból egy precedenst találtak, amelyik arról szól, hogyha zsidókkal, halott zsidókkal, nem zsidókat is találnak, akkor együtt őket el lehet temetni, örök nyugalomra lehet helyezni a zsidó temetőbe. És ez történt, de pontosan ezért, mert hogy nem csak zsidók voltak, vagy zsidóknak a csontjait találtuk meg, ezért mi meghívtuk a keresztény társegyházaknak a képviselőit is, és pénteken tényleg egy nagyon emelkedett hangú megemlékezésen keresztény testvéreink, két püspök gyönyörű beszéddel, imával búcsúzott a halottaktól, természetesen a zsidó temetésen belül. A harmadik, amiről be tudok számolni, és akkor ezt a hosszú monológot abba is fogom hagyni, az pedig az életmenete, ami tegnap volt Budapesten, ez a 14. életmenete volt. Tudni kell, hogy ezt az életmenete alapítvány szervezi, de a Mazsihisz egész évben folyamatosan támogatja az életmenete alapítványnak a munkáját. Ez részben egy tömegdemonstráció, de maga a tevékenység az egy oktatási, ismeretterjesztő tevékenység. Az alapítványnak az a célja, hogy minél több fiatallal, minél több emberrel ismertessék meg a hiteles valóságot, a holokauszt hiteles történetét. Körülbelül 20 000-en, 25 000-en voltunk ezen a tömegmegmozduláson. Volt egy szimbolikus üzenete is ennek a mostani életmenetének, mert a Dohány utcai zsinagógától mentünk át a bazilikáig. Ez volt talán a történelem legrövidebb életmenete útja, de az, hogy összekötöttük a Dohány utcát, az egy emblematikus zsidó helyet a bazilikával, amelyik egy emblematikus katolikus keresztény hely, és ott a bazilika előtt a négy történelmi egyház vallási vezetői beszéltek a megjelent tömeghez. Ez mindenképpen egy nagyon fontos és pozitív üzenetet hordozott az együttműködésre vonatkozóan és egymás elismerésére vonatkozóan. Azt gondolom, hogy a mai este is itt Karcagon a Saul fia vetítésével is hasonló gondolatokat fog megfogalmazni mindenkiben, amit mostan elmondott. Igen, hát a film előtt nem illik a filmről sokat beszélni, de hát minnyáján tudjuk, hogy egy óriási nemzetközi sikeren van túl a Saul fia film, és tegnap az életmenete rendezvényen Rőrik Géza a film főszereplője egy olyan beszédet mondott, ő volt a főbeszélő, a főspeakere a rendezvénynek, egy olyan fantasztikus beszédet mondott a közönségnek, ami szerintem minnyájunk számára egy maradandó intellektuális élmény. Én úgy gondolom, hogy a film is az lesz. Bízom benne én is, hogy nagyon sokan meg fogják nézni, hiszen ma is két vetítés lesz Karcagon. Köszönjük szépen! Köszönöm az érdeklődését! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Urak! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai emlékező filmvetítésen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves jelenlévők! A mai film egy olyan korszakkal van összefüggésben, amely a magyar történelem legvészletesebb napjaira napjaiként írható le, a II. Világháború, a holokauszt, mindazok a borzalmak, amelyek a magyarországi zsidóságot, Európa zsidóságát érintették, érték, azt hiszem, hogy szívbe facsaró, az embert megrázó történések. Évtizedek választanak el bennünket ettől, a részteres időszaktól, de látszik az, hogy mai napig foglalkoztatja a zsidóságot, a magyarországi zsidóságot, a közvéleményt, bennünket, karcagiakat is. Mással nem is magyarázható, hogy itt vagyunk most együtt. És én bízom abban, hogy ez a film hozzásegít bennünket a múlt megértéséhez, és ahhoz, hogy a múlthoz ne ismétlődjön meg sohasem. Hogy kerülje el az emberi civilizáció azokat a szörnyűségeket, amelyeken már átment. Hogy tanuljunk a történelemből, és feldolgozzuk mindazt, ami akár generációkkal ezelőtt történt, azért, hogy a jelen dolgaiban segítsen bennünket eligazodni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egyúttal szerintem egy büszke pillanat is az a mostani számunkra, magyar emberek számára, hiszen az egyik leghíresebb, nem túlzás azt mondani, világhírű magyar filmalkotást tekinthetjük meg hamarosan, hiszen mindenki tudja azt, hogy Oscar-díjat kapott a film, a világsajtó figyelmét Magyarországra irányította, és én örülök annak, itt összeszámoltam, hogy összesen 29 díjat kapott a film és az alkotói. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy nagy dolog. Nagy dolog, hiszen mutatja azt, hogy van ráérzés,
van olyan lehetőség, állami támogatás, segítség, amelynek eredményeként a művészi összpontosítás, az alkotóerő, az tényleg elismerésben részesül. Ez azért is fontos, mert jól tudjuk azt, hogy a magyar szellem, a magyar génius jó néhány alkotással dicsekedhet, de a világ ezeket vagy ismeri, vagy sem, vagy elismeri, vagy sem. Itt az alkotóknak megadatott az, már a pályájuk elér, hogy nagyon komoly elismerésben részesüljenek, és én bízom benne, hogy a munkát, amit megkezdtek, tudják folytatni. Akár ilyen nehéz témákban, akár más dolgokban is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők, én a mai emlékező filmvetítéshez azt kívánom, hogy fogadjuk be az alkotást, érezzük át lélekben, és építsük be a gondolkozásunkban mindazokat az üzeneteket, amelyek a történelem múltjából, régmúltjából, vagy akár a közelebbi időszakaiból is hozzánk sugároznak, a műalkotásokon keresztül is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Csillag Barnabással beszélgetünk, hiszen elkezdődött a filmvetítése, úgyhogy egy pár perc előtt kihívtuk. Telt ház van, számítottak erre, hogy ennyien el fognak jönni erre a filmre? Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Nem, egyáltalán nem számítottunk erre, ez nagyon nagy meglepetés volt számunkra, és egyben nagy öröm. Akkora volt az érdeklődés, hogy a 6 órás előadás után este 9 órakor is ismét megtelik a Déri Némi Művelődési Központ. Azt gondolom, hogy a karcagi rendezvényt az is fémjelzi, hogy lejött a Mazsihisz elnöke, ami szintén rangját adja ennek a mai előadásnak, akik itt 6 órakor meghallgattatták az ő beszédét, és dr. Fazekas Sándor felelős miniszter úr is szólt a megjelentekhez. Nagy öröm számunkra, hogy Helyszler András urat, a Magyarországi Zsidóütközségek elnökét Karcagon üdvözölhetjük. Elnök úr több rendezvényünkön is volt már Karcagon, de mindig nagy öröm, hogy itt van közöttünk. És igen, nagyon nagy öröm szintén, hogy miniszter urat is, Fazekas miniszter urat is itt üdvözölhetjük Karcagon. Köszönjük ezt a lehetőséget. Azt gondolom, hogy aki a tegnapi hangversenyen ott volt, és ma is eljött, és meghallgatta elnök úrnak a szavait, és a filmet végignézi, napokig ezen fog gondolkodni, amilyen benyomások érték, és próbálja feldolgozni a látottakat. Most igen, jelenleg ugye megy bent a film, és én úgy gondolom, hogy percről percre egy olyan katartikus élményben lesz az embereknek részük, akik itt eljöttek hozzánk, hogy valóban ezt nem lehet egy óra alatt, szerintem egy nap alatt is, ezt jó pár nap alatt lehet feldolgozni. Vallásunk szerint a jó dolgot és a rossz dolgot el kell különítenünk, külön időpontja kell lennie az örömnek és külön a bánatnak. A tegnapi nap az öröm időpontja volt, a mai nap a bánaté, a megemlékezésé. Köszönjük szépen, és vissza is engedjük a filmet nézni, és reméljük, hogy tényleg nagyon sokan átgondolják az eddig tartottakat a holokausztról, és mindarról, amit eddig láttak. Köszönöm a lehetőséget. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a Berekfürdői strandon, ahol Perge Józseffel beszélgetünk arról, hogy hogyan is készülnek a május 1-i szezonnyitóra. Ez önöknél is egy jelképes megnyitó, hiszen egész évben látogatható a fürdő. Igen, a május 1-i szezonnyitó, hogy úgy mondjam, egy kőbe vésett minden fürdő életébe, ahol szabadtéri medencék is üzemelnek, és nyilván mi is a szabadtéri medencék üzembehelyezésén dolgozunk a mai napig is. Gyakorlatilag a ifjúsági medence, az uszoda már olyan állapotban van, hogy vízfeltöltése, vízforgatása elindult, tisztítása folyik, úgyhogy azokkal úgy gondolom nem lesz különösebb gond. Még egyetlen egy komoly műszaki problémánk van, az ovál medence, a régi gyógy, a tyúkszebáztató, ki hogy hívja, ugye. Ott van egy olyan beton előregedési probléma, ami egy komolyabb felújítást kíván, illetve a jelenlegi felújításnál csak arra törekszünk, hogy a nyári üzemben biztonságosan tudjunk üzemelni, de már a képviselőtestülettel tárgyaltuk, hogy ezzel a medence megkívánja azt, hogy egy sokkal komolyabb beavatkozása történjen, egy felújítása, ami nem 2 forintba fog kerülni, hanem 10-20 vagy talán még többe is. Nyilván majd a képviselőteste döntése alapján a felújítás módja majd akkor fog eldőlni, hogy
hogy döntenek a testületi tagok. De azért nyugtassunk meg mindenkit, hogy aki a gyógyvizet kint szeretné elvezni, az az Ikermedencében ezt most megteheti. Természetesen, sőt, amikor törekedtünk arra, hogy amikor az Oválmedencét leállítottuk, addigra az Ikermedence már fogadóképes állapotban legyen, és a mai napig is mind a két Ikermedencébe tudjuk fogadni a kékcsempés mellett, mert a kékcsempés is működik, tehát ez a három szabadtéri medence folyamatosan működik. És hát azért még érezzük a tavasznak a hidegebb leheletét is néha, és ezért jó, hogy van egy olyan fedett komplexumunk, ahol kicsit rosszabb időben, esős időben is tudjuk fogadni a vendégeket. A első fecskék, amiket mi a kempingben német lakókocsis vendégeknek tudunk be, március 18-án már megérkeztek, és egyre többen vannak, akik töltik itt a kellemesen az idejüket, keresik a gyógyulást, vagy a rekreációt, a pihenést, úgyhogy a kempingben is már úgy állunk, hogy gyakorlatilag a vendégfogadásra alkalmas. Itt azért látjuk még, hogy javában megy a fűnyírás, rengeteg virágot látunk, amelyek most itt különböző színekben pompáznak mellettünk, tehát gondolom, hogy erre is odafigyelnek, hogy megőrizzék továbbra is ezt a szép zöld füvet itt, és mindig szoktunk arról beszélni, hogy nagyon sokan azért jönnek Berekfürdőbe, mert csendes, családias, nyugodt, madácsi csergés és zajoktól mentes, ezt gondolom most is ugyanígy marad. Igen, ugyanígy marad. Van egy beszállítónk, illetve van egy saját kertészetünk, és mind a két forrásból fogjuk a jelenleg virágzó, de ezek a hagymás növények ugye hamarosan kikerülnek, illetve elvirágoznak, és helyette új virágok kerülnek ültetésre, tehát ezt a kertészetből, illetve egy másik saját kertészetünk és egy másik vállalkozótól már megrendeltük, úgyhogy amikor eljön a virágcsere ideje, az ugyanígy, ahogy a elmúlt évben megszoktuk, meg fog történni. Hál' Istennek hatalmas zöld területünk van, van munka bőven vele, úgyhogy folyamatosan mire az egyik sarkába végzünk, addigra a másikba lehet kezdeni, de hát így szép a fürdő, a szép zöld. Igen, és azt hiszem, hogy ez tényleg fontos a vendégek szempontjából is. Legutóbb arról beszéltünk, hogy szeretné egy picit megváltoztatni a korábbi évek fesztivál fürdőjében. Nem tudom, hogy ebben történt-e változás. Igen, erről beszélgettünk, de ez nem azt jelenti, hogy teljesen ezt a szektort, hogy úgymond töröljük a fürdő életéből, hisz öt nagyobb fürdőbálos rendezvényre készülünk, már gyakorlatilag a szerződéseket is aláírtuk. Hát csak, hogy néhány nevet említsek, lesz Lord koncert, lesz Teoton, lesz Well Hello, igyekeztünk, illetve még szervezés alatt van egy operettgála, igyekeztünk úgy összeállítani ezt a tortát, hogy minden fajta ízlésnek egy kicsit próbáljunk megfelelni. Ezért lesz a vendégünk például Dévényi Tibi bácsi is egy esti fürdőzés alkalmával. És hát gondolom, hogy a megszokott rendezvények is meg lesznek, hiszen azért itt a nyugdíjasok is nagyon sokat jönnek ide, különböző megszokott rendezvények vannak. Falunap is, és ahhoz kapcsolódóan is mindig van fürdős rendezvény is. De honnan várnak vendégeket? Tehát kik várhatóak a megszokott vendégeken? Tehát nagyon sok lengyel turista érkezett korábban ide. Itt van-e valami változás? Mondhatnám azt, hogy egyrészt a belföldi vendégeknek a növekedésére számítunk. Részben a mai világpolitikai, Európa politikai helyzetben talán többen választják a belföldi turizmust, félve egy kicsit a külföldi turizmus esetlegesen bekövetkező terrorista veszélyétől tartva, ugye. Tehát, hogy egyrészt a belföldi turizmusra támaszkodunk, és ezért voltunk az utazás kiállításon, ezért voltunk a debreceni, a miskolci utazás kiállításon, tehát több utazási kiállításon is voltunk. Bocsánat. Másrészt a külföldiek közül
a németországi lakókocsis, pihennivágyó, nyugdíjasabb, nyugdíjas rétegre számítunk, ezért ott különböző hirdetésekkel jelentünk meg, illetve nemrég kötöttünk szerződést egy svájci Camping and Caravaning klubbal, akik szintén számítjuk, hogy onnan is azért érkeznek vendégek. Továbbra is bízunk a lengyelekben, egyébként a legtöbb vendég éjszakát a kempingbe a lengyelek jelentették, és a legtöbb vendég számot is. Tehát a legtöbben ottan érkeztek, és a legtovább is ők maradtak. A keleti szektorra nézek, Szép-Erdély országra, ugye, úgy gondoljuk, hogy inkább Erdély belsőbb részéből tudunk vendégeket ide csábítani. Ők a harmadikok voltak a nyári, tavaly nyári szezonban, honnan szintén sok vendég érkezett, tehát harmadikok voltak a listánkon. Most hétvégén lesz Sepsi-Szentgyörgyön egy utazáskiállítás, ott fogjuk képviseltetni, vagy képviselni a fürdőt, és próbáljuk a gyógyászatunkat, a szolgáltatásainkat, illetve nyáron Kolozsváron lesz szintén egy ilyen utazáskiállítás, oda is el fogunk menni, és ott is megpróbáljuk a fürdőt reklámozni. Hát akkor azt gondolom, hogy feladat azért van még bőven a reklámozás terén is, meg a vendégek fogadásán is. Én azt kívánom, hogy legyen egy eredményes szezonja benek is annak ez a nyár. Köszönjük szépen a jó kívánságokat, és úgy gondolom, a puding próbája is az evés. Várunk mindenkit sok szeretettel, kérem, hogy legyenek a vendégeink. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kedves fiatalok, Karcagváros önkormányzata nevében nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egy régi szép hagyomány keretében minden évben a ballagó középiskolások elköszönnek a várostól, a város vezetésétől. Ennek őszintén örülünk, és annak is, hogy a hagyomány az idén is folytatódik. Kollégáim nevében köszöntök mindenkit. Gyurcsek János alpolgármester úr, van jelen Róla Sándor jegyző úr, Szepesi Tibor képviselő úr és Nagyné Major Mária, a jegyzői irodahumán szakos munkatársa, egyébként ott tanított valamikor az önök intézményébe, iskolájába. Még annyit érdekesítképpen, hogy jegyző meg oda járt valamikor, szép legénykorába, vagy 2-3 évvel ezelőtt volt ez mindössze. Örülök, hogy itt tetszenek lenni. Hamarosan véget érnek középiskolás éveink, néhány nap múlva elballagunk iskolánkból. Úgy érezzük, hogy köszönetet kell mondanunk önöknek ezekért az évekért. Bár iskolánk fenntartója, a Földművelésügyi Minisztérium, a tanuláshoz szükséges szép környezetet az önkormányzat teremtette meg, és intézményünk napjainkban is 1000 szállal kötődik a városhoz. Rendezvényeinken rendszeresen találkozhattunk önökkel, és mi is bekapcsolódtunk a város életébe. Együtt ünnepeltük nemzeti ünnepeinket, részt vettünk a város életének fontos kulturális eseményein. Megismertük Karcag és környékének kultúráját, meglátogattuk a város intézményeit, ahol szakmai képzésünkhöz szereztünk tapasztalatukat. A közösségi szolgálat keretében sok intézmény életébe nyertünk be pillantást. Aktívan bekapcsolódtunk a város sport életébe is, örömmel fogadtuk a lehetőségeket. A sportcsarnok és az úszoda használata kiszélesítette sportolási lehetőségeinket. Az elmúlt 4 évben 2 alkalommal is részt vehettünk a Nagykun Diák Sportviadalon, ahol mi is képviselhettük Karcag város iskoláit. Köszönjük a városnak azokat a pályázati lehetőségeket, melyeket iskolánk tanulóik igénybe vehettek tanulmányaik támogatásához. Középiskolás éveink alatt szembetűnően fejlődött a város, szalagavató ünnepségünket a megújult Dériné Művelődési Központban rendezhettük meg. Néhány nap múlva hagyományos ballagási felvonulással búcsúzunk el a várostól. Tiszteletünk és köszönetünk jeléül
Kérem, fogadják szeretettel virágcsokrainkat. Háttér című műsorunk mai vendége Váci Attiláné, a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány elnöke. Téma Horváth József, kutatóbiológus. Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves televízió nézők, Háttér című műsorunkban. Mai vendégünk Váci Attiláné, a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány elnöke. Köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm szépen, és én szeretettel köszöntök minden kedves tévénézőt is. Beszélgetésünk apropója nem más, mint az elmúlt hetekben Debrecenben vettetek részt egy ünnepélyen, egy díjátadón, mégpedig a Gergely Alexandra díjat adták át, és egy karcagi származású, cigány származású kutatóbiológus fiatalember, Horváth József vehette át ezt a díjat. Hogyan kerültetek kapcsolatba Horváth Józseffel? A Horváth Józseffel való kapcsolatunkat megelőzi a Gergely Alexandra díjjal való kapcsolatunk. Talán emlékeznek rá a kedves tévénézők is évekkel ezelőtt, 3 vagy 4 éve inkább már, egy méltóság mezei programunkon a náci szedéskor egy könyvbemutatón részt vett a dr. Gergelyné, dr. Tóth Éva, tulajdonképpen a könyv szerzője és a könyvnek a főszereplője, nek az édesanyja. És azóta ez a kapcsolat tényleg nagyon gyümölcsöző, hát ha nem is napi kapcsolat, de szoros kapcsolatban vagyunk egymással, így harmadik Gergely Alexandra díjátadáson voltam jelen. Sőt, a dr. Tóth Éva kapta 2015-ben a 25 éves rákbetegek országos szervezetének a Nagy Margit díj kitüntetését. Tehát ez úgy országos szinten egy könyvbemutatóból sikerült egy ilyen gyümölcsöző kapcsolatot kialakítani, és mivel Debrecen egész közel van hozzánk a többi díjátadási helyhez, vagy Bajasra a többi, így nem csak én mentem el, vagy valamelyik társammal, hanem megszerveztük, hogy akkor menjünk el többen is. Hogy a Horváth József hogy jött ide hozzánk a kapcsolatba, vagy ismertségbe, korábban a Gergely Alexandra Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki szintén a Tóth Éva, mikor meghívott bennünk, hogy menjünk el, különben egy ragyogó díjazottat talált, egy róma származású fiatalember, és gondolta, várj, ez nem a karcagi? És tehát így derült ki, tulajdonképpen ismeretlen, cseppentünk így bele, így persze nagyobb volt az érdeklődés, hogy na, akkor tényleg menjünk el a karcagi fiúnak a díjátadására, mert ha így ítélte meg a Gergely Alexandra a díj átadó bizottsága, hogy ez a fiatal ember nagyon megérdemli ezt a díjat, akkor nekünk ott a helyünk. Kinek szokták átadni, kik vehetik át ezt a díjat, és mit tartalmaz ez a díj? A Gergely Alexandra emlék díj, illetve alapítvány, ugye emléket állít elsősorban a Gergely Alexandrának, aki tulajdonképpen 17 éves korában elvesztette a harcot, elvesztette a háborút, de hát természetesen az emléke is, mennek már 9 éve. Hát az alapítvány 9 éves, akkor ő 10-11 éve halt meg. Nagy betegsége idején is tulajdonképpen ő kért volna segítséget blogján keresztül másoktól, hasonló betegségben szenvedőktől, hogy hogyan is próbálnak megküzdeni. A végén az lett, hogy ő adott segítséget mindenkinek, és emléke még ma is megvan, hisz van egy emlékfája, ahova azok a csoportok, akik akkor aktívan voltak, még ma is eljárnak. És a szülők akkor tényleg úgy döntött, illetve kérte az édesanyját, hogy az ő történetét majd írja meg egy könyvbe. Ez a könyv elkészült, közben megalakult a
vagy az alapítvány, és az alapítvány azt határozta el, hogy minden évben kiadnak egy Gergely-Lökszön vendégdíjat, illetve támogatnak olyan beteg gyermekeket, nehezebb sorba levőket, akik szintén a Ewing szarkomával szenvednek, és anyagilag segítik azokat a családokat. Most hangzott el, hogy ma már 39 ilyen családot segítettek, támogattak a betegség leküzdésében. A Gergely-Lökszön díj áll egy emlékplakettból, magából a díjból is 500 ezer forint pénzadományból. Kik kapják meg? Szandrának az emlékére azok a azok a személyek, akik köztisztségben állnak, és erőn felül segítik minden ellenszolgáltatás minden nélkül a rászorulókat. És ugye Horváth József, ő kutató biológus és szakterülete a daganatos betegségek gyógyításának a kutatása, illetve keresése. Igen, de azt hiszem ez egy másodlagos volt a díj odaítélésénél, hisz az, hogy segítsen másokat olyan példamutatóan, önzetlenül, ez mondjuk nem függ össze az én nézetem szerint a kutatók biológiával, ez én szerintem már csak havatortán. Így van, biztos Horváth József is számos olyan tevékenységet folytat, amivel segít más rászoruló embereknek, akiknek erre szüksége van. Engem meglepett, hogy fiatal kora ellenére, és mivel ugye most jár a úgynevezett doktoriskolába, mellette dolgozik, mert ugye fenn kell tartani az életet. Ennyi mindenre futja az ideje. Azért is vagyok talán itt most egyedül, mert nagyon elfoglalt. Részt vesz elsősorban a cigányság felemelkedését szolgáló különböző programokban, ez így érdekes megfogalmazás, de ahogy elmondta és olvastam is róla, elmegy minden olyan meghívásra, gyermekotthonokba, roma közösségekbe, ahova meghívják, és pont azt olvastam egyik írásában, hogy hallatlan öröm neki az, ha egy gyermekotthonban levő kis roma gyerek mellé le tud gogolni, és aztán ne add fel, mert mindig van remény, és a kitűzött célodat el tud érni, csak harcolj érte. És hogy annak a gyermeknek is sokkal többet jelent, mintha esetleg csak olvassa, hallja a tévében, vagy akárhol, hanem egy olyan közvetlen közül kikerülő fiatalember mondja ezt, aki ott van élő valóságban, és ott vannak a példák. Tehát ő az élő példa arra, hogy a hátrányos helyzetből, a nehéz körülmények közül is igenis ki lehet kerülni, hogyha akarunk és teszünk érte, és a kitűzött céljainkért igyekszünk mindig mindent megtenni, és minden lépésünket a felé irányítani, hogy megvalósuljanak azok a céljaink. Igen, azt mondta, hogy egész kis gyermekről, mert azért négy gyermek volt, vagy van még mindig a családban, a szülei elváltak, és ahogy elmondja, neki 10 éves korától kezdve dolgozni kellett a tanulás mellett, de úgy az általános iskoláit, mint a középiskoláit kitűnő tanulmány eredménnyel végezte, mert akkor is már az lebegett, vagy egy cél volt előtte, hogy szülei és testvérei büszkék legyenek rá. Ma már ettől a célja nagyobb. Elsősorban a roma közösségekre gondol, hogy azok legyenek rá büszkék, de szeretné egyszer, ha az egész Magyarország büszke lenne. Az alapítvány hogyan szeretne együttműködni az elkövetkezendőkben Horváth Józseffel? Hát ugye az emberben van egy szakmai ártalom már ennyi év után, amikor ugye nem tudtam, hogy a mi idézővetett Horváth Józsefünk lesz a díjazott. Hát azonnal ugye megszületett a fejembe a döntés, hogy ezt az ismerettséget vagy lehetőséget nekünk fel kell használni. És ezt nem rossz értelemben értem, nem az alapítványt reklámozni, hanem
látom különböző megnyilvánosságban, hogy a karcagi roma fiatalok is nagy elismeréssel szólnak, gratulálnak, büszkék vagyunk rá, stb. Az nem titok sajnos, hogy a davantos betegek száma, a betegségek száma napról napra növekszik. Én most nem akarok statisztikai adatokat mondani, de egész Európában a legrosszabb adatokat tudjuk mi produkálni. Sok minden oka van, és ebbe sem akarok most belemenni. Egyik lehetséges megoldás a szűrés, és magába a korán végzett felismerés. Azt is tudjuk, hogy szülésre mi nem nagyon szeretünk menni. Pláne a roma lakosság nem nagyon vesz részt ezeken a szüléseken, ezeken az előadásokon. Nem láttam, nem találkoztam senkivel sem még az ennyi idő alatt, hogy eljött volna olyan orvosi előadásra, ahol tegyük fel a melldaganat felismeréséről, az önvizsgálatról, vagy akármiről beszélünk, ott roma nő lett volna. Vagy a miért daganatok a jegyebek, tehát aminek tulajdonképpen csak egy oltásról lenne szó, nem tudom, mennyire vesznek részt. Na, mi erre szeretnénk felkérni, már megtörtént a felkérés, hogy Horváth József segítsen nekünk ebbe, jöjjön el azokra az előadásokra, amelyeket ilyen témába tartunk, de bármilyen témába is, és példamutatásával tulajdonképpen hozza el ezeket az asszonyokat, ezeket a nőket. Férfiakról megint nem beszéljünk, hisz a tüdő, prosztata, stb. Nagyon is jelen van, vagy az egészséges életmódról, figyeljetek oda. Tehát én nagyon bízom benne, hogy karcag lakosság is profitál ebből hamarosan. Kívánom, hogy eredményes legyen ez az együttműködés a jövőben, és sok-sok olyan előadás fórum valósuljon meg, ahol itt van a Horváth József is, és minél több embert tud ő is ezáltal vonzani, illetve erősíteni azt a tudatot az emberekben, hogy igenis fontos a szűrésekre eljárni, hiszen ezzel akár emberéletet lehet menteni, hiszen az időben felismert betegségeket idejében még kezelni is lehet, legalábbis sokkal több gyógymód van rá, mintha már későn ismerjük fel ezeket a sajnos halálos betegségeket. Igen, hát azt tudatosítani kell még jobban, hogy a rákdiagnózis az nem egyenlő a halálos ítélettel, de ehhez tényleg az idejében való felismerés, életmódváltás, hát nagyon sok minden kell hozzá. Igen, de ez az is kell, hogy az embereknek a gondolkodás módja egy kicsit... Hát meg először a fejekben kell, igen, ott kell rendet először, tenni, igen, és igen. A fejben dől el. A legfontosabb a megelőzés, illetve az idejében felállított diagnózis, illetve a betegségnek a felfedezése, és akkor van remény, tehát remény az mindig van. Igen. És ha említettem az alapítványnak a nevét, ugye mindig van remény, az elkövetkezendő időszakban milyen programokat gondol szervezni az alapítvány, milyen megmozdulások lesznek, hiszen számtalanszor találkozunk itt a városban különböző programokkal, amelyeket az alapítvány szervez. Melyikkel is kezdjem? Hát ugye a náci szedés azt tulajdonképpen az időjárás ezt megoldotta helyettünk, egyik napról a másikra kivirult, annyi időt nem lehet felkészülni, de azért megemlékeztünk mi róla. Ne a pályázaton elég jól díjaztak bennünket, tényleg szép támogatást nyertünk, de ezt ugye nem így adják, hogy most itt van nektek, hanem ahhoz programot kell felállítani. A programunk mélyre épülne másra, tényleg a dagantos betegekkel való foglalkozásra, de most annyiban bővítettük ki, hogy a hátrányos helyzetű nők, a bántalmazott nők, ezeket próbáljuk bevonni. Tudom, hogy nehéz és elképzelhetetlen feladat pillanatnyilag sokak számára, hisz az is elismert, ma már mindenütt és minden orvos elismeri azt, hogy egyik legfontosabb tényező
a lelki probléma, a lelki teher, stb. Ez mind rákokozó, nyugodt, ugye logikusan következik, stressz helyzet. Ha nem tudjuk kezelni a stressz helyzetet, akkor ez előbb-utóbb a szervezetre visszaüt, és én úgy gondoltam, hogy egy bántalmazott nő, és most nem csak szexualitásra gondolok én, hanem akár munkahelyi, sok minden van, hát ez biztos, hogy stresszes helyzetbe él. A legkevesebbet fordít arra, időbe, fejbe, mindenbe, mert nem ott jár a gondolata, az, hogy én most valamit érzek, és akkor menjek ilyen szűrővizsgálatra, olyan szűrővizsgálatra. Tehát egyik nagy feladatunk ebbe az évben ez lesz, hogy ennek a programnak eleget tegyünk, de van tervezve például a Betánia gyógyszertárral egy egész napos egészségnap, ahol mindenféle szűrés, stb. Ebbe az említett pályázatban például van önkéntesek felkészítése egyik programnak. Nagy szükségünk van az önkéntesekre, akik tulajdonképpen hozzák viszik a hírt, és nem a rossz hírt, hanem tényleg ott vannak a lakosság között, minden rétegben, és akinek ilyen problémája, vagy daganatos beteg, tehát ahhoz, hogy tudjunk segíteni magán a daganatos betegen, de a családon legalább annyit kell segíteni, sokszor a család betegebb, idézőjelben lelkileg, mint maga az érintett, és sokszor az érintett is tápolja őket, hogy hát most ez nem a világ vége, ehhez nekünk önkéntesek kellene. Jelenleg az alapítvánnyal együtt dolgoznak önkéntesek? Tehát kevés. Nem egy hálás feladat. Tavaly is képes, illetve megváltozott jogszabály szerint is, tehát szerződést kell velük kötni, ez a legkevesebb, de mivel nem parlagfület szedünk, most hirtelen ez jutott eszembe, tehát erre fel kell készítenünk. Megvan a mentális szakemberünk, trénerünk, aki felkészít őket, mert elméletileg mentálisan egyrészt meg kell felelni a segítőnek, ugye azért sokkal jobban toppon kell lenni, mint akit akarok segíteni. Hiszen a segítő egy lelki segítséget ad, és ahhoz neki is kiegyensúlyozottnak kell lennie lelkileg, illetve erősnek kell lennie lelkileg, hogy ő másoknak tudjon segíteni a nehéz helyzetben. Én úgy gondolom, hogy ez egy embert próbáló feladat, és azért is kevés a segítők száma, mert ennek nem mindenki tud megfelelni. Nem mindenki, nem mindenkit szabad a beteghez odaengedni. Igen. Ez egy másik, tehát tudni kell azt, hogy ne menjen beteghez. Igen. Tehát nagyon nehéz, de országos szinten mondom azt, hogy más megoldást nem nagyon látunk, hogy felkaroljuk, hogy idejébe észrevegyük, hogy idejébe tudjunk szólni annak a betegnek, hogy van segítség. Ugye egy mondatunk, hogy add a kezed, mi segítünk. Igen, mert együtt könnyebb, mint ha egyedül küzdenek a betegséggel. Egyedül nagyon kevesen tudnak megküzdeni, de hát ott vannak a őszi programunk, ugye már lassan a nácisz szedés, az tényleg, hát most van az időpontja, hogy csak nem esik az eső, nem befolyásol az időjárás. Tényleg szeretnénk egy nagyon szép hangversennyel kiegészíteni. Egy jótékonysági színházi előadás is van jelbe. Utána már lassan itt az őszi, téli, adventi napok. Szóval van mit tennünk. Igen, hiszen látjuk, hogy az alapítvány tényleg kreatívan, és mindig azzal a céllal, hogy segítsen másokon, azzal a céllal szervezi a rendezvényeit. Én kívánom, hogy egyre több segítőjük legyen, segítője az alapítványnak, hogy minél több emberen, rászoruló emberen tudjanak ezzel segíteni, illetve támogatást nyújtani, hiszen napjainkban egyre több embernek van sajnos szüksége erre. Kívánok a munkához, az alapítvány munkájához kitartást és erőt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük szépen.
Rövid reklám után folytatjuk műsorunkat, kérem tartsanak velünk a viszontlátásra.